A 10 millió dináros beruházáshoz a Magyar Kanizsai Községi Önkormányzat és a Tartományi Sport és Ifjúságügyi Titkárság 3-3, míg az Ifjúsági Sportminisztérium 4 millió dinárral járul hozzá. Az objektum tetőterében összesen 25-30 személy befogadására alkalmas szobákat alakítanak ki, és egy modern súlyzóterem is a kajakozók rendelkezésére áll, ami lehetővé teszi edzőtáborok megszervezését is. Ehelyezni a csapatokat, tehát különféle táborokat bírnánk alkalmazni, és még azt mondanám, hogy mivel hogy a község is benne van, tehát az összes kanizsai sportegyesületnek bírnánk adni lehetőséget edzőtáborozásra, szemináriumokra, és többi, hogy hívják, aktivitásokra. Az önkormányzat infrastruktúrális fejlesztésekkel segíti a sportklubokat. Itt konkrétan nem csak a kajakházra és a kajakosokra gondolok. Egyeztetések zajlanak a falunkban lévő fociklubokkal is, hogy a futballhoz kapcsolódó infrastruktúrát fejlesszük, és abba beruházzunk, és azokat újítsuk föl. Sőt, egyeztetések zajlanak a küzdősportok képviselőivel is, tehát mint birkozók, dzsúdósok, hogy ők egy külön épületet, külön edzési termet kapjanak. Amint egy két évtizede épült kajakház bővítése, a második olyan lehetőség a klub számára, amellyel az önkormányzat segíti a munkáját. Pénteken a velebitító hasznosításáról írták alá azt a megállapodást, amellyel a sportegyesületet egy állóvizes versenypályához juttatják.